drágulhatnak a tejtermékek. Ősztől áll a tejterméktanács friss jelentésében. Az áremelkedés hátterében a termelők növekedő előállítási költségei állnak. Itthon egyébként még így is jelentősebben olcsóbb a nyers tej, mint az Európai Unió más országaiban. Harc Zoltánnal beszélgetünk egy pillanat múlva. Jöjjön egy rövid összefoglaló. Az árnyék alá vonultak az állatok ebben a nógrádi tehenészetben. A szakemberek szerint a kánikulából jelentkező úgynevezett hőstressz is hozzájárul ahhoz, hogy a marhák kevesebb tejet adnak. Ez pedig az egyik oka annak, hogy hamarosan megemelkedhet a tejtermékek ára. A híradónknak nyilatkozó állattenyésztő a munkaerőhiányt is fontos problémának nevezte az ágazatban. Emelkedett a repcének a mint fehérje forrásnak a tejhasznú tehenészetbe, nélkülözhetetlen fehérje forrásnak az ára. A szójának is emelkedett volna az ára, de ezt nem tudjuk megfizetni, mivel GMO-menteset etethetünk csak, ennek pedig horribilis az ára. A tejterméktanács friss jelentése szerint a hazai nyers tej még mindig olcsóbb, mint az európai országokban. Nagyjából 20 forintos az árkülönbözet. Az egyik szakmai szervezet szerint a termelők önköltségének növekedése fog most jelentkezni a bolti áraknál. Mindenekelőtt a nyers tej önköltségi árának az emelkedését kell keresztülvinni. Ez ugye nagy átlagban 90-105 forint volt, jelentősen megemelkedett. Tehát a tej, a nyers tej szintjén ez legalább 5-10 forintos emelkedést követelne meg itt rövid távon, tehát néhány hónap alatt. A szakemberek szerint az ágazat összefogására van szükség ahhoz, hogy a nyers tej a kedvező külföldi árak ellenére belföldön maradjon. A tejterméktanács ügyvezető igazgatója Harc Zoltán a vendégem. Jó reggelt kívánok! Ne haragudjon, muszáj ezzel kezdenem. Valóban a nyers tejet az kilogramban mérik? Jó reggelt kívánok! Igen, kilogramban mérik. Tehát a nyers tejet, mint az állattartó telepekről távozó elsődleges alapanyagot minden esetben kilogramban számoljuk el. Természetesen, ahogy közeledik a polc felé ez a termék, tehát egy doboz tej, ott már literben számolunk, de a nyers tej elszámolása Európában jellemzően. Én megmondom őszintén, ezért jó reggeli műsort vezetni, minden nap tanultam valamit, ma ezt tanultam önöntől, köszönöm szépen. Megnéztem, és elég tisztességesen átnéztem az Európai Uniónak a felvásárlás árait, és például láttam, ugye itt 20 forintot említettünk, de például Olaszországgal kapcsolatban 43 forint különbség is van. Hogy állunk mi ezzel a felvásárlási árral az unión belül? A magyar felvásárlási ár sajnos évek óta az utolsók között kullog. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy javítani szeretnénk a hazai tej árát, akkor egyrészt emelni a hazai árat és egy relatív emelkedést is magunk előtt, szem előtt tartunk, hogy Európában a ranglistában előrébb kerüljünk. Egyébként nagyon fontos, hogy beszélünk szerződött árakról, tehát több éves, fél éves íráshoz szerződésbe rögzített Európai Uniós átlagárakról, és amit említett olaszországi ár, az az úgynevezett azonnali ár, vagy spot ár, ami az egekbe szökött az elmúlt hetekben. Na most nézzük a magyarországi árat. Azt mondja, hogy 97 forint, mondjuk most én kerekítem, nem, van 93 forint és 97, de mondjuk akkor 100 forint. Hogy lesz ebből 250 forint a boltban? Tehát kik a láncolatnak a tagjai? 93 és 97, gyorsan megmagyarázom, 93 forint az az ár, amelyen a magyar termelők pillanatnyilag kiszállítják az országból a tejet, a 97 pedig a hazai átlagos szerződött ár. Úgy lesz 200 forintos tej, 250 forintos tej, vagy jellemzően ezen a héten ugye a legolcsóbb termék 145 forint, ez nagyon fontos, tehát az már csak 45 forint, hogy van benne egy 30-35 forintos doboz, van benne egy pasztörözés, egy feldolgozás, van benne nyers tej szállítás a feldolgozóba és a késztermék kiszállítás a kiskereskedelembe. Természetesen vannak, ahogy említettem, 145 forintos tejek, és bizony vannak 300 forintosak, ez kereskedelem politika. Van még drágább is, járok rendszeresen boltba, de azt mondja meg, hogy ha az unió éppen arról szól, pénz szabad mozgása, termékek szabad mozgása, akkor például a magyar gazda miért nem viszi, és most nem kampányolok valami mellett, hanem egy kérdést teszek fel, hogy ha itt ennyiért veszik át Olaszországban, meg jóval drágában, akkor a magyar tejet miért nem viszik mondjuk Olaszországba? Sajnos viszik. Viszik. Ez a szervezet, a tejterméktanács egyik legfontosabb célja az, hogy ne vigyük ki a nyers tejet. Magyar tej maradjon magyar fogyasztónál. Jó.
két-három évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt a nyerstej 30%-át kivittük, most büszkén mondhatjuk azt, hogy 10% környékén vagy az alatt van ez az arány. Mi ami még szeretni? Mindig sok. Ami még mindig sok, de nyilván ezt nullára nem lehet leszorítani. Hiányzik egy feldolgozó kapacitás Magyarországon, főleg félkemény sajtok és joghurtok vonatkozásában, hogyha ezt felépítjük, akkor ezt a maradék 10%-ot is itthon lehetne tartani. Mi nem azt mondjuk, hogy ne legyen import teljes tejtermék a polcokon, de most már fogyasztói folyadéktejeknél, tejfölnél, túrónál elértük azt, hogy jellemzően hazai termékek találhatók a polcon. Most 10 évvel ezelőtt Magyarországon útlezárások voltak. Én magam is emlékszem arra, amikor csatornába öntötték a tejet, mert inkább oda öntöm, mint hogy beteszem a központba, vagy elküldöm valahova. Most pedig, mint hogyha csendesebb lenne ez az iparág, legalábbis tiltakozás terén. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy még sincs akkora baj? 2016-ban volt a legutóbbi válság, akkor 50-60 forintért is cserélt tej gazdát. Azt gondolom, hogy az elmúlt 30 hónap körülbelül az egy stabil 90-100 forint közötti árszinten megállt. Ez azt gondolom, hogy egyrészt üdvözlendő, hogy stabil, viszont az a gond, hogy az önköltség a másik oldalon elszállt. Nyilvánvalóan segíti az ágazat helyzetét, hogy van egy viszonylag erős támogatási rendszer az ágazat mögött, viszont mi azt gondoljuk, hogy az önköltségnek fedezni kellene az előállítást, és a támogatásokat pedig a fejlesztésbe fordítani. Hányan élnek ebből Magyarországon? 3-4 ezer az, aki termelő, aki tehenet tart, de a tényleges árutermelő, tehát aki beszállítja, felvásárlása nagy mennyiségben, az egy 300-400-500 telep, aki komolyan árutermelő, az iparban, ha jól emlékszem, 6000-en dolgoznak. Hogyha nézzük az árszínvonalat, akkor látjuk, ahogy az egyik oldalon azt nézzük, hogy a felvásárlási ár dobogós hátulról, tehát Európai Unióban abszolút a végén vagyunk, akkor hogyha most lesz áremelkedés, mekkora áremelkedésre számít? Az árakról nagyon óvatosan kell beszélnem a versenyjogi előírások miatt. Én azt gondolom, hogy folyamatos néhány százalékos, tehát minden hónapban 1-2-3% emelkedés végig mehet. Viszont nagyon fontos, hogy különböző tejtermékek vannak, tehát egy túró desszert, aminek nem mondhatom a márkáját, vagy egy doboztej, vagy egy sajt, ami 11 liter tejből van, ez teljesen más, hogy emelkedik. Ott egy jelentős differenciált áremelkedés jöhet százalékban is? Nem, én azt gondolom, hogy ez minden esetben... Ez az áremelkedés, amiről beszélünk, ez összességében a tejtermékek áremelkedés. Okay, lehet, hogy az egyik emelkedik, a másik nem. Ahogy én megkérdezhetem öntől, persze megkérdezhetem, maximum nem válaszol, hogy az az áremelkedés, ami a tejtermékekre, vagy akár a tejre, mint primör termékre vonatkozik, az egyszámjegyű, vagy kétszámjegyű, hogyha azt mondom, hogy még az idei évet nézzük. Én azt gondolom, hogy átlagban idén, tehát az év végéig ez kettő számjegyű. Ez kettő számjegyű lesz, tehát akkor 10% plusz 10 és 20 között? Nem akarok barkobázni, de nagyjából van egy számításuk erre? 10-hez közeli. 10-hez közeli, jó, rendben, de két számjegyű, tehát 10-hez közeli és két számjegyű. De még egyszer, ez több lépcsőben, az év hátra lévő részében. Mi kellene ahhoz, hogy a rendszer stabilrá váljon, tehát stabilan, tehát úgy változzon meg, hogy ne kelljen arról beszélni, hogy mi van akkor, hogyha Olaszországban ennyi, egyébként pedig két számjegyű a záremelkedés, tehát mi kellene ahhoz, hogy stabilizálódjon? Én azt gondolom, hogy ennek a strukturális költség probléma rendeződjön, azaz nyerstejtől a végtermékekig szaladjon végig ez az áremelés, középtávon pedig egy feldolgozói fejlesztés, mind innováció, környezetvédelem, kapacitás vonatkozásában, tehát itthon tudjuk tartani a nyerstejet, feldolgozó, kitesszük a polcról, és az ágazat jól van. Akik előállítják, ők hány százalékos felvásárlási vagy felvásárlói áremelkedés szeretnének? Tehát a 93 vagy 97 forintból mennyi kellene lenni, hogy számukra ideális? Én azt gondolom, hogy 105-110 forint. Ez a 105-110 forint, ami nem tűnik olyan soknak, mert akkor az 12-13 forintról beszélünk. 12-13 forint a más részeken, tehát ahogy a 100 forintos tejből 250 forintos tej lesz a boltban, ebből a különbségből ez kigazdálkodhatatlan? Én azt gondolom, hogy kigazdálkodható, de annyiféle tejtermék van, annyi feldolgozó, és annyi máshol is ennyi van, Olaszországban is ennyi van, hogy amikor egy desszerttermék vagy egy alap UHT termék drágulásáról beszélünk, mikor egy vevőcsalogató termék, tehát egy legolcsóbb pillanatnyilag 145 forintos UHT tej drágulásáról beszélünk, ezt mindig befolyásolják az áruházak kereskedelmi döntései, tehát becsalogatjuk a vevőt vele. Egy desszerttermék jellemzően élvezeti termék, tehát ott a fogyasztó talán annyira nem érdekli a drágulás, mint egy trapista sajtnál, vagy egy UHT tejnél, vagy egy tejfölnél. Amit most említett, akár a 12-13
forint, akár a kétszámjegyű, de 20-at el nem érő áremelkedés. Ezt megérzi egyébként a piac? Tehát, hogy ilyenkor, amikor ez megtörténik, akkor csökken a tejtermékeknek és a tejnek a fogyasztása? A 2017-18-ban a tejzsír ára az egekbe szökött Magyarországon, Európában és a világon, és akkor egy 20%-os tejfölnél már megéreztük. Na, hát annyi drágult volna, hogy a fogyasztók inkább nem vették meg. Azt hiszem, hogy szeptemberre megvan az első riportalanyunk, méghozzá Hart Zoltán, a Tejterméktanács ügyvezető igazgatójának személyében. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nálunk, és akkor várjuk a folytatást. Köszönöm szépen.